Smidélius Anikóval és férjével Jenővel gyakran találkozhatnak azok a kispestiek, akiket érdekel a természet és a kultúra. Aktívan élnek, részt vesznek a kerület közéletében. Nem tagadás, szépkorak, ami azzal is jár, hogy pontosan tudják, mi számít az életben, minek van jelentősége és minek nincs. Mi fontos és mi kevésbé. Úgy tűnik, számukra az élet, az ember, a természet és az élőlények a fontosak. A közöttük áramló életet és erőt adó energia. Ezt köszön vissza munkáikból is, amelyeket most a KMU Kulturális Központ és Könyvtár előtér galériájában lehet megtekinteni. Nagy izgalommal készülök neki a munkának, megcsinálom, utána, amikor már fél idő hű, akkor gyorsan be kéne fejezni, ott vagyok, és jó. A kiállítás megnyitón az alkotó házaspárt Gábor Ilona, az intézmény igazgatója, és Vincek György, alpolgármester köszöntötték. Köszöntőjükből kiderült, hogy egy régi álom teljesült azzal, hogy Anikó és Jenő együtt állít ki a kispesti kulturális élet zászlós hajójában a KMO-ban. Mit jelent egy amatőr alkotó életében egy ilyen prominens helyen való kiállítás? Ó, hát ez nekem nagyon nagy, ez az életem legfőbb célja volt, 25 éve festek, és én mindig, én már a második évben hoztam ide képeket, és bemutattam, hogy hú, hát azok alkotások, de hát nem úgy néz ki, most eljutottam oda, hogy talán felajánlhatom a képeket, van több sorozatom, úgyhogy hát ez tetszett a legjobban a KMO-nak, és akkor ezt rakták ki, ezt a sorozatot. Elsőre talán furcsa, de Anikó műszaki végzettségű. A rajzolás sosem állt távol tőle, igaz más értelemben. Én egész életemben rajzoltam, csöveket, axonometriát, én bujkáltam kazánházakba, fölül, alul, úgyhogy szóval mindig rajzoltam, mindig. Hó, mindig ceruza volt előttem, és körző, vonalzó, rajztábla, úgyhogy én tulajdonképpen végigélveztem igaz életemet. Persze sem az életnek, sem a festésnek, sem az alkotásnak nincs még vége. Anikó előtt Jenő jár jó példával, aki 90 évesen is értéket kíván teremteni minden nap. Milyen örömöt okoz a szobor készítése, az alkotás? Igen, hát végül is sikerélményt hoz. Elkészül egy kis szobor, és sikerül, akkor sikerélmény, és örülök neki. Sok szobor ment a kályhába, úgyhogy ami nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna, az ment a kályhába. Miért? Nem szerettem, hogyha ilyen félig kész, vagy nem sikeres szobor oda kerül az asztalra. Az értékteremtés miatt, és nem a maximalizmus okán semmisítette meg a nem sikerült munkákat is, ami pedig megmaradt, az tökéletes. Vagy ha éppen nem tökéletes, akkor is szép, szerethető, emberi. Jenő munkáit a kiállítás megnyitón ünnepélyes keretek közt felajánlotta az intézménynek.